Higgy, álmodj, merj! Fejős Éva podcastja. Mai vendégem Erkövér Balázs, angyalszakértő, újságíró, asztrológus. Ez már Balázsral a második beszélgetésünk, már volt egy nagyon rendkívül sikeres, kiugróan sikeres beszélgetésünk, pedig nagyon sokszor vágtam a szavadba, és nagyon sokat röhögtünk visítva. Szia Balázs! Sziasztok! Húzok egy kártyát. Húzz egy kártyát. Hoztam egy angyalkártyát, és ezt most odaadom az Ivának. Keverhetem? Igen, arra kérlek, hogy keverd meg. Ez, ami a kezemben van, Balázs... Fordítva van a kezedben. Fordítva van a kezemben. Mondjam. Tehát, hogy fejjel lefelé vannak a lapok. Hát nem Balázs baj, csak... angyalkártyáját tartom a kezemben, nekem is van belőle, és volt, hogy használtam is, és most megint használni fogom. És miközben megkevered, tegyél fel az angyaloknak egy kérdést. Most azt megmondjam? Ha szeretnéd, megmondhatod. Mit tehetek azért, hogy a könyveimmel a legtöbbet segítsem, vagy a legtöbb segítséget nyújtsak az olvasóimnak? Ez egy nagyon jó kérdés. Na, megkevertem. Most honnan húzzak? Bárhonnan húzz bele egyet, amelyik szimpatikus. Hát jó, ez volt az első választásom. Olvasd föl, kérlek, hogy mit húztál. Teremtő szavak. Wow. Olvasd föl, kérlek, hogy mi van még ráírva, ugye van rajta egy üzenet. A jelenlegi életedet a múltban kimondott szavaiddal építetted. Minden szavadban teremtő erő van. Használd ezt arra, hogy megvalósítod az álmaidat. És szeretném jegyzőkönyvesztetni, hogy valóban megkeverted a kártyacsomagot, és valóban véletlenszerűen húztál erre a kérdésre. Ugye, Kriszti? Kriszti bólogat. És hát 44 lap közül bármit húzhattál volna, és ezt húztad. És akkor értelmezed a lapot? Értelmezem mindjárt, de én hiszek abban, én ezt szoktam csinálni, hogy így embereknek a kezébe adom ezt a kártyacsomagot, vagy egy ilyen kártyacsomagot, nem pont technikailag ezt. Majd a Krisztivel is csináljuk meg. Jó, a Krisztivel is megcsináljuk. Majd adáson kívül. Adáson kívül, Kriszti. Kriszti azt szeretné, hogy adáson kívül csináljuk, hogy szóval én ezt szoktam csinálni, hogy embereknek a kezébe adom ezt a kártyacsomagot, és ők nem olyan bátrak, mint te általában, nem merik elmondani, hogy mit kérdeznek, hanem csak így magukban kérdeznek. Megkeverik a csomagot, húznak egy lapot, és akkor én mindig azt látom, hogy ahogy olvassák a lapot, így elkerekedik a szemük, Enyém és kiül az arcukra a döbbenet, és akkor szoktam tudni, hogy igen, köszönöm, működik ez a dolog. Na, hogy és ezt most csak azért meséltem el, hogy én hiszek abba, hogy neked, nézzük meg először, hogy neked mit jelentenek ezek a szavak, meg ez a kép, ami a kártyán van, és aztán pedig elmondom, hogy én mit gondolok erről, vagy én mit érzek ezzel kapcsolatban. Fűha. Hát az, hogy írnom kell, mert a saját álmaim miatt is, és valójában ugye, mivel másra kérdeztem rá, de én azt tudtam, hogy teremtő erő van a könyveimben egyébként, vagyis, hogy meg tudok teremteni nem csak egy világot, hanem annál több is. De ezt honnan tudtad? Tudod, sokat nevettünk azon, hogy amikor olyan valakiről írtam, hogy valakiről megformáltam egy picit egy karaktert, akkor az megtörtént vele, amit írtam. Ezért jó, hogy nem szoktam megölni például a szereplőimet, és általában azért jó. Pont ezt akartam mondani, hogy ezért jó, hogy én pozitívak. Igen, de hogy nekem ez abszolút azt jelenti, meg azt is, hogy egyébként én nekem ez az utam. Ez mondjuk eddig sem volt kérdés számomra, de hogy ez elképesztő, hogy pont a szavak, teremtő szavak. Hát nekem igen. Semmi. Még egy kicsit a képben gondolkodjál. Hát először egy ilyen bútát láttam benne. Ez a Balázs rajza, egy türkisz, most már nőnek látom, de eddig férfinak gondoltam.
tudod, mi jut erről eszembe? Hogy te ezt buddhának látod, én nem láttam buddhának, én meditációs pózban ülő ember sziluettnek rajzoltam, és... Bárhova elutaztat. Ugye, ezt nem tudom, mi ez. Ez az első buborékban van egy ilyen furcsa kis olyan, mint hogyha... Nem tudom mi. Hát ez egy ilyen kis gondolatpamacs, egy ilyen kis negatív gondolatpamacs. Aha, jó, mert egyébként nem akartam kimondani, hogy aknának látom, oké. Okay. Na, ez egy jó értelmezés. Jó, és van egy angyal szárny közepén szívvel, és van egy csillag, és hát nyilván ez azt jelenti, hogy szárnyalhatunk bárhova, akár tök más új világok felé is. Alatta van egy csiga, vagy nem tudom, ami nő. Egy csillag szintén alant, és itt is itt vannak a negatív gondolat foszlányok. Szóval most ezt már innentől nem tudom értelmezni, de... Ha megnézed a képet, akkor azt látod, hogy amik ezekben a szóbuborékokban vannak, az azt szimbolizálja, amit mondasz. És maga ez a meditációs pózban ülő alak egy ilyen dombocskán ül, és ebben a kártyacsomagban több ilyen dombocska jelenik meg, vagy több ilyen dombocskán ülő alak jelenik meg, és ez a domb, ez mindig a fizikai világnak a szimbóluma, tehát ennek a körülöttünk lévő valóságnak a szimbóluma ebben a kártyában. És azt látod, hogy ami a szóbuborékban van, az van a dombon is, vagy az megjelenik a dombon is. Igen. Mert hogy és a szavaid teremtenek, tehát hogy amiről beszélsz, az a valóságod, de... A csiga mit jelent? Válik. A csiga az egy csigavonal valójában, vagy egy spirál, mondjuk így, és az ebben a kártyacsomagban a csodákat szimbolizálja. Tehát azon és ha hát igen, de ha megnézed, ugye ezek egymásban párban állnak, a szóbuborékok és a szimbólumok a dombon, és a spirállal párba állított szóbuborékban egy angyal szimbólum van. Tehát, hogyha az angyalokról beszélsz, ha az angyalokkal beszélsz, akkor csodák jelennek meg az életedben. Ez ezt. És a csillag? Szimbolizálja. A csillag pedig az áldások szimbóluma ebben a kártyacsomagban. És hogyha az áldásaidról beszélsz, ha a jó dolgokról beszélsz, amik veled történnek, akkor még több jó dolog történik veled. Tehát mit jelent ez? Akkor mi a válasz a kérdésemre, hogy hogyan tudok segíteni az olvasóknak a történeteimmel? Uh-huh. Én azt érzem, ugye amikor az angyalokkal kommunikálunk, és amikor angyali üzenetet értelmezünk, vagy közvetítünk, akkor mindig egy intuitív kommunikációt végzünk. És ilyenkor mindig befelé figyelünk a hatodik érzékünkre, vagy a belső hangunkra. És én azt érzem ezzel kapcsolatban, így, hogy ezt a lapot húztad, hogy a szavaid, amiket leírsz, amiket beleírsz a történeteidbe, azok segítenek az olvasónak, aki ezeket a szavakat elolvassa. És ahogy a hőseid élete alakul a történet során, úgy tud alakulni az olvasók élete is, illetve azt is érzem, hogy olyan, mintha a szövegeid ilyen varázs szövegek lennének, vagy gyógyító szövegek lennének, hogy amikor olvassa ezeket az olvasó, akkor úgy tud megtapasztalásokat szerezni, vagy úgy tud beépíteni az életébe megküzdési stratégiákat, hogy valójában neki nem kell átmennie azokon a nehézségeken, amiknek az árán mondjuk a főhős hozzájut ehhez a megtapasztaláshoz. Tehát kicsit olyan, mintha egy-egy történet elolvasása segítene abban, hogy az életében az olvasó milyen döntéseket hozzon meg, és hogyan hozza meg ezeket a döntéseket. És én azt gondolom, és ezt most nem azért mondom, mert jó barátok vagyunk, hanem én tényleg ezt gondolom, hogy erre csak a legihletettebb bírók képesek, akik valóban valamilyen ihletből, energiából írnak, akik nem a saját fejükből írnak, hanem valami felsőbb kapcsolatból.
amire nem tudok jobb szót, mint az ihlet. És azt gondolom, hogy amikor írsz, akkor megnyílik benned valami olyan plusz tudás, amiből születnek aztán ezek a szövegek. És hiába az történik, hogy ez egy nagyon olvasmányos, modern történet, amit az olvasó kap, azáltal, hogy ő ezt elolvassa, azáltal egyszerűen jobbá tud válni az élete. És még az jut erről az eszembe, hogy amikor, tehát tudok mondani konkrét könyvcímeket, már elkészült, megjelent könyvcímeket, amikről tudom, hogy olvastam őket, és ezt éreztem, hogy Úristen, ez a szöveg mennyi mindent meg fog gyógyítani azokban, akik elolvassák. Tudom, a Csajok kettőnél Igen, mondtad például. Igen, köszönöm. Ott konkrétan egy hajnalon küldtem erről egy nagyon hosszú SMS-t, amikor így olvastam, és tehát, hogy annak a szövegnek vannak ilyen nagyon mélyen megérintő részei, meg gyógyító részei. De szerintem sok ilyen könyved van még. Hát ez csodálatos. Hát köszönöm a beszélgetést. Nyilván az örökre görögbe is ilyen lesz. És akkor most egy ilyen diszklémer, hogy ezt nem beszéltük meg előre. Hogy egyébként nem, hát ezt nem is egyáltalán nem gondoltam, hogy ezt fogom húzni. Viszont ez most már, ha ti is halljátok, hogy a Balázs egy kártyalapból mennyi mindent tud elmondani. Jó, hogy engem ismer, de valószínűleg, hogyha nem ismernél, akkor is sok mindent tudnál. Egyébként úgy van, hogy amikor angyali üzenetet közvetítek, akkor sokkal egyszerűbb olyannak közvetíteni, akit nem ismerek. Tényleg? Igen, mert amikor ismersz valakit, akkor egy, tehát olyan, mintha érdekelté válnál az üzenetben, és azt akarod, hogy jó legyen, és hogy, és azt is szoktam mondani, hogy magadnak is ezért nehéz, mert egy csomószor inkább megváltoztatod az üzenetet, mielőtt megértenéd, és inkább átírod magadban. De amikor olyas valaki ül veled szemben, aki ez tényleg csak annyi a kapcsolódásod, hogy szeretnél neki segíteni őszintén, önzetlenül, akkor ilyen nagyon egyértelművé tudnak válni az angyali üzenetek. De tudod, mi a nehézsége ennek egyébként? Hogy van egy általad megrajzolt 44 lapos kártyacsomag, és ugye ilyen röviden írod le azt, hogy mi a, mit üzen a lap. És hogyha valaki, hát mondjuk így ehhez nem kapcsolódik úgy, mint te, akkor most én ebből ugye mit olvasok ki, hogy tök jó úton járok, teremtő szavak, csodálatos, akkor folytassam, ennyi. Na de hogy ez az anzásítása az üzenetnek végül is, amit én is hosszabban elmondtam, de hogy van a kártyacsomaghoz egy kis könyv, amiben hosszabb üzenetek vannak, illetve én ezt a kártyacsomagot, ugye az a neve a kártyacsomagnak, hogy őrangyalai üzenete minden napra, és én ezt azzal a fókusszal hoztam létre, hogy nekem nagyon hiányzott egy olyan angyalkártya a személyes napi rutinomból, meg a személyes életemből, amivel napi üzenetet lehet húzni, és ami abban segít, hogy aznap mire fókuszáljak elsősorban. És az egyébként, hogy ezzel a kártyacsomaggal lehet komplexebb angyali üzeneteket is közvetíteni, az egy mellékes dolog. A fókusz az ez, hogy napi kártya, napi üzenet, és ezért minden üzenethez a kiskönyvben tartoznak napi feladatok is. Amit nekem mi a feladatom? Érdemes megcsinálni. Na egyébként hát ebben az a, nekem például, tehát hogy 44 kártya, hogyha minden nap húzom, akkor gyakorlatilag ugyanazt a kártyát már nem biztos, hogy másképp is tudom értelmezni. Vagy ez egész biztos, hogy másképp fogod értelmezni. Aha. Ezt megint csak így a gyakorlatból látom, hogy egyszerűen az, hogy mi történt veled tegnap, ugye napi kártyát reggel érdemes húzni, meg lehet este is, meg persze napközben, de hogy reggel meg este szokták, és ahhoz képest, hogy mi történt veled az előző 24 órában, egyszerűen mindig máshogy értelmezzük ugyanazokat. Például most mondok egy példát a teremtő szavakra, hogy én ezt már húztam úgy, hogy már te is kihúztad.
Elnézést kérek. Természetesen az összes raktáron lévő kártyacsomagból kicseréljük ezt a lapot, hogy soha többet senki ne húzhassa. Igen, igen, már én is húztam. És én húztam úgy, hogy tudtam, amikor megfordítottam, ránéztem, és azonnal tudtam, hogy ennek most az az üzenete, hogy volt egy olyan beszélgetésem az előző nap, ami nem volt olyan szeretetteli, mint ahogyan azt én szerettem volna, és tudtam, hogy ennek most az az üzenete, hogy akkor azt a beszélgetést kell rendbe tenni, és újra beszélni, vagy újra átbeszélni azt a dolgot. Kérdezz közben, mert látom, nem, hogy van kérdésed. Nem, szóval ehhez a laphoz a következő feladatok tartoznak. Na, lássuk. Mint napi teendők. Figyelj oda a hangosan kimondott szavaidra. Ha negatív történetet mesélsz valakinek, tudatosan állj le a mondandóddal, csendesedj el. Ma egész nap beszélj jó dolgokról. Meséld el valakinek, hogy mi mindent szeretnél megteremteni, létrehozni, megalkotni, elérni és megvalósítani. Minél több személynek mondd ki, szeretlek, nagyszerű vagy. Köszönöm szépen, ez szerintem a mai időkben tök jó, hogy felhívod a figyelmet, bár nyilván nem erre az időszakra készítetted a kártyát, hogy ne beszélj negatív dolgokról, vagy ne sokat beszélj negatív dolgokról. Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy meg az, hogy, és itt van egy félreértés, és szerintem az, hogy ezt tisztába tegyük, hogy az, hogy ne beszélj, ne a negatív gondolataidról beszélj, és a pozitív dolgokra fókuszálj, az nem azt jelenti, hogy tagadd le azt, ami negatív az életedben, csak azt jelenti, hogy ne vedd elő újra, és ne meséld el újra és újra, mert az nem fog segíteni a feldolgozásában, hanem hogy keresd meg azt az előrelépési lehetőséget, amiről beszélhetsz helyett. De azért még nekem is vannak az ismeretségi, vagy mondjuk Facebook ismeretségi körömben olyanok, akik azt mondják, hogy ugye ez az egész pozitív gondolkodás, ez egy nagy hülyeség, és hogy ezzel nem, hogy előre vinnéd a magad, vagy a gyereked életét, mondjuk, mert általában ugye a gyerekre szokás még ezt, hogy pozitív gondolatok, akkor, hanem éppen csak a jelenlegi dolgaidat tagadod, és hogy ez nem visz előre, és én például úgy érzem, hogy engem előre visznek a pozitív gondolatok, meg az, hogyha azokat emelem ki, de lehet, hogy van, aki erre nem képes, vagy nincs olyan, aki szerintem. Szerintem mindenki képes rá, csak ott van a félreértés, hogy a pozitív gondolkodás az nem jelenti azt, hogy letagadom a negatívat, hanem minden, amikor éppen nincs pandémia, és lehet tartani személyes programokat, akkor nekem van egy bőségteremtő angyal műhely nevű programom, és ott például van egy gyakorlat, amit azért csinálunk, hogy ránézzünk arra, hogy mi van az életünkben most. És azelőtt a gyakorlat előtt, meg a gyakorlat közben szokott ez így fölmerülni témaként, hogy úristen, de ha én most kimondom, hogy nincs pénzem, vagy ha kimondom, hogy most nem vagyok elégedett az anyagi helyzetemmel, akkor ezt erősíteni fogom. De hogy ez nem így működik. Amíg nem nézel rá az anyagi helyzetedre... Képzeld el fekete keretben először, ugye? ez egy askontrollos technika? Azt hiszem, igen. Igen, de nem, mi nem ezt csináljuk természetesen, de hogy amíg nem nézel rá arra, hogy hol tartasz most, hogy mi van most az életedben, hogy milyen megoldandó feladatok vannak, hogy milyen olyan helyzetek vannak, amivel sürgősen el kell kezdeni foglalkozni, mert különben a fejedre fog nőni az egész, amíg ezt nem teszed meg, addig nem fogsz tudni elkezdeni teremteni. Tehát amíg tagadod az életedben jelenlévő negatív helyzeteket és rossz dolgokat és megoldandó feladatokat, addig nem fogod tudni megoldani őket, és addig nem fog tudni változni a helyzet, addig nem fognak tudni jó dolgok történni az életedben. Jó, de egyébként azok az ismerőseim, akikről most beszélek, azok azt mondják, hogy a pozitív gondolkodás azért hülyeség, mert mondjuk egy teljesen reménytelen helyzetben vagy akkor, vagy valaki, de egy teljesen reménytelen helyzetben van, és akkor te azt mondod, hogy arra gondolok, hogy jobb lesz neki, aztán még rosszabb lesz, vagy adott esetben elveszíted őt, és közben meg te próbálsz pozitív lenni.
pozitívan gondolni rá, vagy magadra, érted? Tehát, hogy és akkor közben belezuhansz tényleg abba a mély kútba, honnan marha nehéz lesz kijönni. És közben meg szépeket gondolsz, hogy de jó, én most trópusokon vagyok, és közben meg a valóság az az, hogy minden rossz az életedben. Tehát ők ezt mondják. Én most, bocs, nem a saját Értem, hogy azt szerintem egy nagyon fontos tudnivaló, hogy a saját gondolataid a te életedre hatnak. Tehát ott kezdődik az egész, hogy az, hogy én pozitívan gondolkozom, az én környezetemre csak áttételesen lesz hatással. Tehát pozitív gondolkozással nem tudom befolyásolni a környezetem döntéseit, vagy élethelyzeteit, bármennyire is szeretném. És a sajátomat? A sajátomat viszont tudom. És... Na de mondd azoknak, akik szkeptikusok. Igen, mert ugye sokan azt mondják, hogy jó, persze, adjál már, és akkor hogy segít ki engem? Például elvesztettem a munkámat, hamarosan nincs miből élni, ugye? Most ez egy elég gyakori probléma, igen. És ugye ez akkor mit mondasz neki? Tehát hogy akkor azt mondja, hogy hagyjál már a pozitív gondolataiddal, nézd meg, holnapra nincs mit enni már. Nekem ugye van az az előnyöm ebben a helyzetben, hogy hozzám az ember, vagy amikor hozzám eltalálnak az emberek egy ilyen kérdéssel, akkor már ő eleve angyali üzenetért jön. Tehát, hogy mindegy, hogy én mit mondok, mert én ebben a helyzetben azt teszem, hogy jó, kérlek, hogy akkor ezt fogalmazd meg egy kérdéssel, és tedd fel az angyaloknak. És akkor az angyalok ugyanúgy, ahogy neked itt az előbb mondtak egy meglepő és azonnal a helyzetedre alkalmazható választ, neki is fognak adni egy azonnal a helyzetére alkalmazható gyakorlati választ. Én ezt nem győzöm hangsúlyozni egyébként, hogy az angyal kommunikáció az egy nagyon gyakorlati műfaj, tehát ez nem egy ilyen elvont lilaködben meditálgatás, hanem nagyon kézzelfogható segítséget tudunk kapni az angyaloktól, hogyha... De mit mond például, hogyha, mit hallhatsz ilyen esetben? Például... Vagy mi történhet, ha mondjuk nem hallod, hanem mi az, amit meg kell látnod? Uh-huh. Jó, most gondolkodom így az ismerőseim és a kedves tanítványaim esetei közül, és név nélkül el fogok mesélni valamit egy nagyon kedves lányról, aki eljött hozzám egy angyali üzenet közvetítésre, és neki az volt a kérdés, hogy mi az ő dolga a nagyvilágban, és mit megszólalhat a rossz indulat? Igen. Hogy na jó, hát ha csak ennyi gondod van, hogy mi a te dolgod az életben, ez... Igen. Jó, de ilyenkor egyébként az van, hogy biztos volt neki más kérdése is, meg amikor ez fogalmazódik meg benned, hogy mi a dolgod az életben, akkor egy fordulat. Az szerintem mindig ezt mutatja, vagy. Igen, hogy nagyon igen. Vágysz valami teljes változásra, meg nekem azért az a tapasztalatom, hogy amikor valakit ez elkezd érdekelni, hogy nekem mi a dolgom az életben, mi az életfeladatom, akkor azért az nagyon gyakran anyagi nehézségekkel is kapcsolódik, vagy legalábbis anyagi elégedetlenséggel, tehát, hogy szokott ez lenni, és még az is lehet, ugye ez egy olyan 10 éves történet, vagy 9, tehát hogy ez egy elég régi történet, amit el fogok mesélni, és lehet, hogy nem is így volt megfogalmazva teljesen a kérdés, de bárhogy is volt a kérdés megfogalmazva, az a válasz érkezett, és folyamatosan ez jött, hogy Olaszország felé kéne fordulnia, Olaszországba el kéne utaznia, ez nyár elején volt, és tudom, hogy amikor ezt elmondtam, akkor ő mondta is, hogy ő ezen gondolkodott, hogy most így a félretett pénzének az utolsó maradékaiból még elmenjen az idén Olaszországba, és mondtam, hogy természetesen
érdemes elmenni, mert annyira ez érződött, és így annyira látom közben az arcodon, ne arra, úgyhogy bármikor elindulnál Olaszországba. Nem, gondoltam, hogy ez vajon én voltam, nem is emlékszem erre, de ez az Olaszország. Ez nem nagyon... te voltál. Igen. Nem te voltál, és azért nem, két okban nem mondok nevet, egyrészt, hogy az anonimitás, másrészt meg, mert már én sem emlékszem az ő nevére. Igen, tehát úgyhogy, Olaszország. Tehát Olaszország. És aztán mondta, hogy jó, hát meglátja, de hogy most benne van ezzel kapcsolatban félelem, hogy elinduljon Olaszországba, hisz az anyagi helyzet. És aztán olyan 2-3 évvel később futottam össze vele, egy programomra jött el valamelyik angyalműhelyre, és azzal kezdte, hogy megismerem, elmondtam, igen, emlékszem rá, hogy találkoztunk, hogy volt nálam, mondta, és emlékszem, hogy mit mondtam, vagy mit mondtak az angyalok rajtam keresztül, ugye ezt nem így szokták megfogalmazni az emberek, csak én teszem mindig helyre, hogy nem én mondtam, az angyalok fogalmazták rajtam keresztül. Mondtam, hogy fogalmam sincs, mert erre viszont nem szoktam emlékezni. És mondta, hogy ezt, hogy Olaszország, ez mennyire fontos, induljon el Olaszországba, és hogy neki így az életfeladattal, anyagi gondokkal kapcsolatos kérdésére is ez a válasz jött. És hát, hogy képzeljem el, hogy akkor ő összeszedte magát, és elment Olaszországba, és egyrészt ott találkozott egy sráccal, akivel összejöttek, másrészt emiatt ki is költözött Olaszországba, és ha már ott volt, akkor ott megtanult egy olyan gyógyító, segítő módszert, amit Magyarországon senki nem ismer, és hogy ő most ennek a módszernek a tanácsadója és a segítője, és teljesen boldog, új karrierje van ezzel kapcsolatban, és hát, hogy nagyon-nagyon örül az életének. És akkor mit mondasz annak, aki azt mondja, hogy jó, akkor hogyan segítesz nekem abban, hogy újra állást találjak, hogy be tudjam fizetni a csekkeket, hogy tudjak kaját venni? Én azt gondolom, hogy mindez lépésről lépésre történik. És hogy az az első lépés, hogyha angyal kommunikációs eszközzel dolgozunk, hogy megkérdezzük az angyalokat, hogy ma mit tegyek. És tudom, hogy szkeptikusként az ember arra számít, hogyha ez a módszer működik, akkor egy olyan válasznak kell érkeznie, hogy a kertben balról a harmadik körtefa alatt, ha leásol, akkor ott az ősök kincse, és majd abból befizeted a gázszámlát. De hogy, mint ez a példa is mutatja, az angyalok, amikor elkezdenek segíteni, és amikor elkezdenek vezetni, akkor eleinte olyan dolgokat mondanak, és olyan irányba fognak vinni, amiben nem látod az összefüggést. Ahogy ez a lány se látta az összefüggést abban, hogy az, hogy ő most elmegy Olaszországba nyaralni, az hogy fogja megváltoztatni az ő életét, és hogy fog neki segíteni. Úgy, amikor kevésbé látványos angyali válaszokat kapunk, hanem ilyen egyszerűeket, hogy teremtő szavak, figyelj oda a szavaidra, azok is elkezdik átalakítani az életünket lépésről lépésre. És erre ugye azt szoktuk mondani, hogy fél év alatt teljesen meg tud változni az életed. De tudsz erre példát mondani? Akinek fél év alatt megváltozott valami az nagyon élete. Rosszból jó lett, vagy nagyon jó? Tudok, csak mindig azon gondolkodom, hogy ezek az emberek, hogyha hallgatják ezt a beszélgetést, akkor mit fognak? Hát de esetleg olyan specifikáció nélkül, tehát... Erre szólni. De én nagyon-nagyon sok példát látok. Mondj erre. Egy általánosat. Mondok egy másik általánosat, ő is egy nagyon kedves ismerősöm, azóta talán már barátom is, aki azzal jött el hozzám, hogy neki nem jó a házassága, és nem érzi magát jól benne, és hát ő bizony már kiszemelte magának a leendő szeretőjét, és hogy na, hogy akkor ezt hogy kell csinálni. Ez, na, nem ez, is gondoltam, hogy ilyesmivel is lehet az angyalokhoz fordulni, de... és hogy igazából melyik férfit válasz, a
férjét, vagy akit kiszemelt, vagy stb. Stb. És ott is az történt, erre határozottan emlékszem, mert ő ezt utána el is mesélte, hogy amikor meghallgatta az angyalok üzenetét, akkor egy pillanat elgondolkozott azon, hogy most a Kandi Kamera nevű műsorba került-e, vagy mi történik, mert hogy az angyalok arról kezdtek el beszélni, hogy de mi hogy, az, hogy beszélni? Hát az angyali üzenet arról kezdett el szólni. De ne ezt mondd, mert akkor most azt fogja mindenki írni, hogy megszólal a fejemben egy hang, és arra kell várni. Arra is lehet példa, ha ezt egy meditációban csinálod egyébként, de nem kell arra várni, tehát ez egy nagyon fontos szempont. Ha nem, meglátok egy sort szépen. Egy újságban, hogy, vagy mit tudom én, vagy még hogy jöhet a válasz? Most bocs, majd visszatérünk ide, ahogy kit válaszol. Pedig ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy kit válaszol. Sokféle módon jöhet a válasz, de ezek a sztorik, akiket mesélek, ők mind nálam jártak, hogy segítsek. Tehát ők tudják, hogy hogyan figyeljenek neki a válaszra, de aki nem akkor tudja. Akkor még nem tudták, ma már tudják. Aki nem tudja, az figyeljen a belső hangjára. És tehát a megérzés, intuíció, ilyesmi. Megérzés, intuíció, aha. Hatodik érzék, igen, hívhatjuk sokféleképpen. És figyeljen a felbukkanó jelekre, amik körülötte megjelennek. Igen. Csak látom, hogy van kérdés. Hát csak mert mindenki mindig, látom, hogy a csoportokban is mindenki angyal szárnyat, vagyis általában fehér tollat fotóz. Igen, ez na de hát, történik. És hogyha ott van egy nagy galambászat, vagy mit tudom én, ahol lakik. Nyilván az van ezekkel az angyali jelekkel, sokféle angyali jel van, nem csak a fehér toll, de nyilván az van ezekkel, hogy ha tartasz 15 fehér galambot az udvaron, akkor a te udvarodon sajnos a fehér tollak nem minősülnek angyali jeleknek. Tehát a fehér toll ott minősül angyali jelnek, ahol nem számítasz rá, és ahol az nem várható. Például, hogy most erről mondjak egy személyes, teljesen személyes példát, hogy én nemrég költöztem, és amikor az új lakásomat másodszor láttam, akkor felfedeztem, hogy a hálószoba a sarkában ott van egy fehér toll. De akkor már addigra már aláírtad a szerződést. Ezt akkor láttam, amikor a kulcsokat megkaptam, igen, tehát a szerződés már alá volt írva. Hát akkor de amikor, ez megerősített, hogy jól választottam. Ez megerősített, hogy jól választottam, de igazából amikor odafele mentem először megnézni a lakást, akkor is mondtam az angyaloknak, hogy egyértelmű jelet kérek, hogyha ez a nekem való lakás, és hogyha erre szerződhetek. És onnantól fogva minden 444 volt. Tehát ezt, ugye a három darab négyes egymás mellett, az is egy ilyen angyali üzenet szám, amivel az angyalok üzennek nekünk, és minden az, tehát mindenhol azt láttam, legalább háromszor, négyszer láttam, amire odaértem, és aztán, amikor megláttam az ajtón, hogy ez a négyes lakás, akkor így felrögtem, hogy persze, hát mi más lehetne? És akkor térjünk vissza a párkapcsolati válságban igen, lévő igen, hogy illetőre. Hogy ő kapott egy üzenetet arról, hogy mit ért. Tehát egyrészt az üzenet az nagyon sokszor nem arról szól, amire számítasz. És az ő üzenete is arról szólt, hogy igen, ez tényleg tök jó kérdés, na de az anyukáddal való viszonyod, és akkor hogy azzal mit lehetne tenni, és mit érdemes tenni. És dolgoztunk is vele egyébként más angyali segítő módszerekkel az anyukájával való viszonyán, és az történt, hogy olyan 2 vagy 3 hét múlva hívott újra, hogy elmesélje, hogy képzeljem el, hogy egyrészt az anyukájával kibékült, és végre beszélnek nem tudom hány év után. Másrészt képzeljem el, hogy elkezdte megtalálni magában a saját nőiességét, a saját vonzerejét, és hogy így elkezdett máshogy tekinteni mind a férjére, mind a kiszemelt fickóra. Majd
néhány évvel később, ilyen másfél-két évvel később beszélgettünk erről újra, és akkor azt mondta, hogy neki ez alatt a másfél-két év alatt nem csak, hogy helyreállt a házassága, de hogy ő még soha nem volt ennyire boldog a férjével, mint most. De és hol vannak ebben az angyalok? Ott vannak ebben az angyalok, hogy ő elkezdte követni azokat a lépéseket, amiket az angyalok mondtak neki. Illetve... Tehát minden nap megkérdezte, hogy mit csináljak ma. Igen, ahhoz, és elkezdett ahhoz, hogy valami boldog legyek, aha, vagy hogy megjavuljon a házasságom, vagy a párkapcsolatom. És mindig kapott üzenetet, és ezzel ment tovább az ő életében, és mindig megtette. Jó, de mondjuk erről már múltkor is beszéltünk, de aki nem az angyalokban hisz, hanem uh-huh, csak úgy szeretne valahol egy kapaszkodót, muszáj neki például az angyalokhoz feltenni a kérdést? Hogyha, tehát érted, most... Mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy én szeretnék valahonnan választ kapni uh-huh, erre a kérdésre, hogy mit tegyek. És mi van, ha nem szólítja meg az angyalokat, csak magától kérdezi, hogy is mit tegyek? Akkor is jöhet egy ilyen válasz, vagy itt meg kell szólítani az angyalokat ennek szellemében? Hát az angyal kommunikációban ott meg kell szólítani az angyalokat, de értem a kérdésedet, hogy az angyal kommunikáción kívül is vannak-e más módszerek, és igen, vannak, de hogy én azoknak... De ez a módszer csak igen, úgy működik, hogyha az angyalokhoz teszel fel kérdést, és úgy jön a válasz. Tehát az nem működik, hogy az én belső nagyon sok mindenről tudó énem segítsen rajtam. Hát akár működhet is. Aha, jó. Csak hát, de... amit te csinálsz, az az angyalok. Angyalok igen, tehát hogy itt ezért vagyok. Aha, és a szkeptikusokat hogyan győzöd meg? Mert most ugye pont arról uh-huh, beszéltünk, hogy aki nem hisz, vagy nem az angyalokban hisz, vagy nem akar hinni, vagy nem mer hinni, az mivel lehet meggyőzni? Mármint ő saját maga hogyan tud meggyőződni róla, hogy ez működő dolog, létező, vagy nem? Szerintem azzal, ha kipróbálja. De most szeretném elmondani minden kedves szkeptikusnak és minden kedves hallgatónak, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor akkor kezdünk ilyen akár pozitív gondolkodásos, akár spirituális, akár önismereti módszerek után menni, amikor beüt a krach az életünkbe, és baj van. Persze. És ezzel a mentalitással az az egyetlen probléma, hogy akkor sokkal nehezebb. Tehát amikor beüt a krak az életünkbe, akkor elkezdeni egy teljesen új gondolkozásmódot, megtanulni valami teljesen új módszertant, az mindig sokkal nehezebb. Tehát akkor mínusz, szó szerint mínuszból indulunk, mintha amikor csak úgy semmilyen az életed, vagy jó az életed, vagy... Tehát amikor így nem indulnál el magadtól, mert nincs baj, akkor érdemes elkezdeni körülnézni és kipróbálni ilyen módszereket. Hát akkor kezdj el spórolni, amikor még van miből. Így van, köszönöm, ez mennyire jó. Ez mennyire jó hasonlat. Használhatod nyugodtan. Köszönöm. Lehet, hogy fogom. Szóval, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor kell abból elraktározni, akkor kell olyan módszert keresni. Érdemes, igen. Amivel még jobbá tudod tenni a dolgokat, és amivel ki tudsz teljesedni, mert ha már van a kezedben egy kipróbált módszertan, akkor amikor jön egy lejtmenet, jön egy mélypont, jön egy kihívás, jön egy megoldandó helyzet, akkor tudod, hogy mihez kell nyúlni, és tudod, hogy kell azt megoldani. Mondd meg, Balázs, nem tudom, biztos kérdezted igen, már az angyalokat, hogy vergődünk már ki ebből az egész válságból, amit csinált a koronavírus már több mint egy éve. Hogy igen, lehet ebből kérdeztem ki? Erről az angyalokat. Sőt, nemrég egy heti angyal videóban, amely minden héten, hétfőnként van. Véletlenül kihagytam, igen. Abban is ez szóba került, és azért mondom ezt, mert ott az egyértelműen egy olyan válasz érkezett, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak szól, és ennek a beszélgetésnek a hallgatóinak is szól. És ott azt mondták az angyalok, hogy az a fontos, hogy
mindannyian a saját kis világunkban próbáljuk megoldani ezt a helyzetet, és hogy azzal foglalkozzunk, hogy mi mit tudunk tenni annak érdekében, hogy magunkat és a szeretteinket biztonságba tudhassuk. Tehát, hogy a figyelmünket onnan, hogy úristen, mikor lesz már vége, és mikor lesz már megoldás, és melyik vakcina. Tehát ne olvassuk az online hír oldalakat, ugye? Például ez, ahogy elnézem az online hír oldalakat, ez egyre több témában, egyre gyakrabban egy jó tanács. Tehát onnan a figyelmünket, hogy mikor lesz már vége, és mik mennek a világba, oda visszahozni, hogy az én életemben mit tudok most tenni, hogy egy kicsit nekem jobb legyen az életem, és hogy mit tudok most tenni, hogy egy kicsit jobb legyen a szeretteimnek, és hogy mindannyiunknak biztonságosabb, és vírusmentes legyen az életünk. És hogyha mindannyian ezzel foglalkoznánk, az nagyon-nagyon megkönnyíteni azt, hogy ez a vírus eltűnjön innen a világból. De el fog tűnni, ugye? Elmond. Biztos vagyok benne, igen. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nyilván gondolkodó felelősség teljes magatartást is takar mindenféle vírussal kapcsolatos kérdésekben. A kételkedőknek még azt szeretném mondani, hogy van ugye az Angyal Kalendárium nevű. Szintén itt van mellettünk szintén a kanapén. Itt hoztam, a zöld, igen, a türkiz. A zöld változatot. És hogy az angyalkalendárium összeállításáról már az előző beszélgetésünkben is meséltem, és ott nekem szempont volt, hogy legyenek benne olyan gyakorlatok, amiket akkor is szívesen meg tudsz csinálni, és akkor is tudsz naponta használni, hogyha mondjuk az angyalokban nem feltétlenül hiszel, vagy kételkedsz benne, vagy nem vagy benne biztos, hogy ez hogyan van. Tehát, hogy itt olyan feladatok vannak, hogy írd le a félelmeidet, a kételjeidet, azokat az ügyeket, amikben segítségre szorulsz. Én azt gondolom, hogyha ebből kivesszük az angyalos elemet, vagy a spirituális elemet, akkor is önmagában ez egy segítő értékű gyakorlat, vagy hogy a nap végén írd le, hogy mi volt abban a napodban jó, ez is ugyanígy egy segítő gyakorlat. Tehát, hogy szerintem mindenki kételkedni fog addig, amíg nincsenek az életében olyan tapasztalatok, amik azt mutatják, hogy akár az angyal kommunikáció, akár a pozitív gondolkozás, akár más spirituális vagy önismereti módszerek működnek. Tehát csak amire szintén utaltunk az előző beszélgetésünkben, amikor elmentünk agykontrollra, hogy... Ne hidd el, próbáld ki! Igen, pontosan ez egy nagyon-nagyon jó mondás. Te megcsináltad valaha azt, hogy melyik növény fejlődik jobban, hogy akire gondolsz, vagy amelyikre nem? Megcsináltam, de az... De egyik se kapott vizet, úgyhogy sajnos elpusztultak. Nem, ez nem lesz jó befejezés, igen, pedig szóval... Pedig hosszú távon ez történt, csak megpróbáltam valahogy szebben körülírni az esetet. De igen, tehát hogy az látszódott, hogy amelyikre gondolva van. És nincs locsolva, de gondolva van, az tovább húzta. Nem, mert eleinte azért, nyilván az ember meglocsolja az elején, tehát hogy... Ez egyébként egy fontos dolog amúgy, hogy használod a módszert, de tegyél is érte. Szerintem ez szimbolizálja, hogy nálad ez sajnos akkor itt azért történt a rosszabb végkifejlet, mert tenni viszont nem sokat tettél érte. De csak ha már most így a költözésem szóba került az előbb, hogy erős bennem a vágy, hogy az új lakásomban legyenek növényeim, akik életben maradnak. Ez egy nagy kihívás, én is ezzel küzdök már de évek fogom óta. Hozzá az angyalok segítséget kérni. Ez jó ötlet, köszönöm. Látjátok, ebben is lehet segítséget kérni az angyaloktól. De. Most itt nagyon szárazak kint a növények, én kérem a segítséget, de azért most ki fogok menni meglocsolni, mit gondolsz? Ez abszolút pozitív szerintem. Balázs, jövő hónapban is várlak vissza, és addigra remélem minden sokkal jobb lesz a világban is, és akkor megint nagyokat fogunk nevetni. Jó, legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is. Szia. Sziasztok.